Tavaly október óta nem tartott semmilyen összejövetelt a járványhelyzet miatt a Kiskörösi Gazdakör Egyesület. Hosszú idő után azonban július 1-én újra összeült a tagság. Én fogok beszámolni az elmúlt időszakban, a elmúlt fél év, durván fél évről, hogy milyen háttérmunka zajlott a gazdakörben, milyen egyéb fontos információk birtokába kell egy gazdaköri tagnak lennie az egyesülettel kapcsolatban. Erről fogok beszámolni, ugye lezártuk a tavalyi évet, annak van egy beszámolói része, azt ahhoz most nem kellett közgyűlést tartanunk, elég volt a igazgatóságnak ezt jóvá hagyni. De azért erről szeretnék pár gondolatot majd mondani a gazdáknak. Fel szeretném hívni majd a figyelmüket, hogy tartanánk, ha bár még az odé van október környékén, majd a szület után egy-egy közgyűlést. Az különböző indokok miatt nagyon fontos lenne, hogy határozott képesek legyünk, hiszen elég sok tagunk van. Elértük a 100 főt. Úgy gondolom, az egy szép szám, de viszont ennek annyi hátránya van, hogy egy közgyűlés sokkal nehezebb megtartani, összehívni. Erre fel kell készülnünk, ezt majd össze megtartjuk. Niklécy Gábor azt is elmondta, hogy jelenleg 4 pályázatban vesz részt az egyesület, és egy 5. már a beadás előtti fázisban van. Egyesületeknek minden évben lehetőségük van a Nemzeti Együttműködési Alapban pályázni főleg működési költségek fedezésére. Ezen mi minden évben részt veszünk, az elmúlt időszakban minden évben is nyertünk szép összegeket ebben. Ez az egyik része a pályázatoknak. A másik része a Kiskörösváros önkormányzata révén létrejött helyi CLLD, helyi akciócsoport pályázati rendszerben veszünk részt 2 pályázattal is, ezek úgynevezett topos kóddal rendelkező pályázatok. Az egyik pályázat gasztronómiáról szól, annak keretében Kiskörösi Gazdakör 2 darab gasztroszínházt fog tartani Kiskörösön, egyiket már a születi napok alkalmával egybekötve vele, a másikat a következőt mártonnap után tervezzük, már új borkokkal. Ez arról szól, hogy egy színházi darabot 60-70 fő tud megnézni, aminek során a felvonások során ugye szünetek vannak, és ott borkostolót tartunk közben, illetve kisebb falatkákkal kiegészítve tudják az emberek jól érezni magukat. Úgy gondolom, ez egy nagyon színvonalas műsor lesz majd, érdemes lesz megtekinteni. Ennek keretében még van a gazdakörnek a gasztró pályázaton belül egy vendéglátási feladata, amit még annak idején úgy adtunk be, hogy a testvérvárosi delegációkat fogjuk vendégül látni. Sajnos ugye most még nem biztos, hogy fognak ők érkezni, így ez még egy kicsit képlékeny, hogy fog végleg lezárulni. A másik ilyen helyi CLLD és topos pályázatunk az arról szól, hogy a termelőknek a piacra jutásának a segítségét valósítjuk meg. Ez 3 fő elemből áll. Egyrészt lesz egy online kommunikációs, egy weboldal, egy Facebook csoportos lehetőségünk, gazdakörös lehetőség, ahol a helyi termelők, nem csak gazdaköri tagok, bárki, aki szívesen ebben részt vesz, be tudnak mutatkozni, be tudják mutatni a termékeiket. Ennek keretében lenne több nagyobb konferenciát szerveznénk majd, komoly szakmai programokkal, akár olyan tudást is átadva egy profi előadó, aki ezzel foglalkozik, előadó részéről, ahogy hogyan tud egy termelő online marketingbe részt venni, milyen fontos aspektusai vannak, mire kell odafigyelni, hogy tud piacra bejutni, akár egy kis piackutatás is. Tudom, ez most egy sima gazdálkodónak egy kicsit távolinak hangzik, de nagyon érdekes előadásokat hallottam ez ügyben, és úgy gondolom, hogy érdemes a gazdáknak is ezt hallani. Illetve a pályázat keretében lesz egy főtéren több alkalommal megszervezett termelői piacunk, ahol a helyi termelő gazdák tudják majd értékesíteni termékeiket, és ezt úgy lőttük be, hogy a központban dolgozók, vagy akik arra járnak munka után, munka végeztével tudják majd ezt a piacot meglátogatni, vásárolni rajta, mert késő délutáni időpontra gondoltuk, amit most beadtunk, amiről még sajnos nem tudunk semmit, az se biztos, hogy sajnos, hogy nyer.
Ez egy olyan eszközbeszerzés lenne, aminek az a lényege, hogy három mérőállomást, meteorológiai mérőállomást telepítenénk le Kiskörös külterületén különböző pontokban, amik nem csak az időjárás mérnék, hanem amellett egy nagyon fontos opcióval rendelkeznének, a talajadottságokat, talajvíz tartalmat és talajhőmérsékletet, és akár még talajvíz szintet is, ha bár ez ugye attól függ, milyen, hova rakjuk le, milyen mélyen van a talajvízszint, mérni, és folyamatosan a már előbb említett webes felületen ezt nyomon követhetné bárki, aki ennek az adatokért szüksége van. Úgy gondolom, hogy a jövőben ennek a klímaváltozásnak a következményeképpen az öntözés nagyon hangsúlyos lesz, akár ültetvényekben is, és az öntözést alapvetően úgy tudjuk optimalizálni, hogyha tisztában vagyunk a talajadottságokkal, a talajvíztartalomnak a mértékével, illetve visszamenőlegesen rendelkezünk a időjárási paraméterekkel. Az eseményen Ba Andor falugazdász a gazdákat érintő aktuális kérdések mellett kitért arra, hogy a környéken a szántóföldi növényeknél az árpával és a repcével megkezdődött a terménybetakarítás időszaka. A korai gyümölcsök közül már szedik a medgyet. A tavaszi jelentős fagykár miatt azonban maradt szüretről nem nagyon lehet beszélni. Ezekkel kapcsolatban a gazdáknak bejelentési kötelezettsége nincs feléjük. Ha időjárási káresemény éri a területüket, és szeretnének kárenyhítési támogatást kérni rá, akkor annak van 15 napos bejelentési határideje, amennyiben volt jégkáruk, viharkáruk, egyéb természeti káruk. A tapasztalatok mit mutatnak, mennyire jellemezte Kiskörös térségét a fagykár, és ugye lehet beszélni arról is, hogy érintett jégkárban is esetleg egyes területeket a közelmúltban egy hatalmas vihar. Erről van-e információd? Megmondom az igazat, kezdjük a fagykárral, a tavaszi fagykárral, jó? Hát nagyon nem voltunk szerencsések benne gyümölcs tekintetében, tehát gyümölcsöseink, ott ugye ez a húsvét, hétfő, nagypéntek, tehát egy hétig szinte minden reggelre ilyen mínusz 5-6 fok, sőt 7 fokot is mértek néhol, telibe virágoztak a szilva, tehát barackültetvények, tehát nagyon-nagyon kevés gyümölcs maradt meg. A szilva úgy nézett ki, hogy talán még néhány fajta átvészelte, aztán utána egy hihetetlen tisztuló hullásba kezdett igazából, tehát nagyon megritkult. Tehát gyümölcs frontján nagyon rossz évre számítunk, tehát nem jó. Egyedül a megy, cseresznye, ami talán kicsit jobb képet mutat. Alma is vegyes, igazából fajta függő, de szilva, barack, tehát főleg a kajci barack és az őszi barack ültetvények azok nagyon, nagyon megfagytak igazából. Szőlő tekintetében, ami ugye itt azért úgy a többségét érinti a termelőknek, hála Istennek átvészeltük, tehát sem téli fagyunk, sem tavaszi fagyunk nem volt. Viszonylag jól elvirágoztak az ültetvényeink, nincs úgy probléma, tehát egyelőre szépnek néznek ki a szőlőültetvények. A múlt heti vihar, ugye múlt hét pénteken volt egy nagy viharunk, hát nagyon nagy szerencsénk volt, tehát környékünkbe, tehát Kiskörösről beszélve, tehát Kiskörös igazából nem érintette, tehát esőt is keveset kaptunk. A jégkárokról nem tudunk Kiskörösön, viszont mondjuk már Kiskörös és Akasztó között Döbrögec, ott már beszámoltak jégesőről, Soltvadkertnek déli részén mondtak kisebb károkat, de ezek még mindig eltörpülnek ahhoz képest, ami mondjuk Kecelen volt, tehát ott egész dűlőket letarolt, és nagyon, tehát szinte 100%-os károk. Tehát ilyen szempontból Körös most a múlt heti viharokat megúszta, tehát nem számolhatunk be nagy károkról. Az összejövetel során a jelenlévők az egyesület volt elnöke, Szentpéteri Attila díjnyertes borát is megkóstolhatták. A Szentpéteri Borpince Cabernet Nero 2020 elnevezésű bora indult a világ legrangosabb rozé versenyén Cannes-ban, ahol aranyérmet kapott.